Mi is ott voltunk. Én nem voltam. De hogy találod? Az életben nem voltam még női légszín. Ott is voltam. Kettősben. Ez az, de te meg azt mondod, hogy ott volt. A lényeg az együtt töltött este. A vészében megkettő voltak. Általában nem. De van a helyzetek, akkor töltöttem. Azon is volt, és ez a lényeg. Nem is kettesben voltam. Semmi nem igaz az alatt. A központból a lehető Thank you.
Mit is? Egyiptológiával. Igen, én. És azt megtanulod, hogy hogyan lesz az ember, mint ami nem? Nem. Hogyan lesz el egyiptomi nő, hogy hogyan kell elcsápni személyek, arab egyiptomi, nem? Ezt lesz egy kicsit a hülyeség, nem harmasztod, valamit. Minden felől vakul a világ, a kereszt a terüstúvájára.
Ti vai tocca. A me che sto facendo? Io ti do il
Sírok, sötét, nem tudják, és a legjobb, hogy
Thank you.
Tudom, hogy mi volt ez? Micsoda? A dohozó.
mert én miért hallottam, hogy ez lehetséges, mert elfelejtettem a tüdőt, mint a nyarokát én akartam, és azt mondtam el, hogy a tökre akartam Thank you.
apák sírnak, amikor elvetlik az asszony. Olány. Akarom mutatni a lányukat. De nem sírok, mert egy férjek. És mint két lány gyermek apja, tudom, hogy ez mennyit ér. Egy fiat nyert. Valamilyen hibára akarja. Fiat. Valamilyen... Fiat. Valamilyen hibára akarja felhívni a figyelmet. Fiat. Mindegy. Folytat. Köszönöm, hogy... Jó! De teljes anyagi biztonsággal rendelkezem. A financiális hátterem és minden kívánságát teljesítetett, egy elményedetett az, hogy kell. Ezzel egy csomó hosszúságot megspornolsz. Ezen a ponton bocsánatot kell kérnem. Tínának egy kicsit. Túl jó dolga volt rám. De a pénz minden esetben alapköve egy tartós és terhelhető párkapcsolatnak. Szeretje! Most csinál majd utána! Ezzel fordulva emelnék az ifjú párra! Mielőtt részegen az asztalalásnak és hátulva belül fogottéve az asszonyokat, szeretnék még valami személyeset mondani. Egy személyes szót Tinához. Jön a kisebb iklányhoz. Tina. Ideje korán keres magadnak olyan férje, aki hasonló financiális helyzetben van, mint gyalad. Mert ha valaki ebben a körben arra spekulálni, hogy szírnak, hogy megörökni a pénzöket, az tényleg! Az a pénz az enyém! Csak az enyém! Mit halál? Proszit, proszit! Proszit! Járvány korában találkoztam vele. Romantika lett? Helyes vagy, óvat alakult. Nem hittem volna, hogy Johan egyszer egy helyes csaj szerepel. Mitől óvattál vele? Johan!
feltételezni. Semmiképpen sem. Ó, nem szeretem érzékelni. Érettségim van. A gyermekbetegségeim nem érdekel. Látja, én az Atlasz tisztán privát életrajzi szempontból tanulmányozom. Természetesen. Nem kérdezi meg, hogy hogyan értem ezt? Bocsánat, de azt hiszem, a gyermekemnek megint tele van a belekkája. Én a kartográfiát a számomra még hátra lévő időviszonylatában tekintem, és megállapíthatom, hogy a földgolyó tűvonják az emberek, mint gyümölcsöt a természet. Igen, értesedik. Minden hasadékban ott kézik el egy ember. És itt jön képbe az élettartalom. Idéz nyomás, ha arra gondolok, hogy el kell hagynom a földet, mielőtt mindezt láthattam volna. A holdon már jár. Elhibázott tényleg. Bocsánat, de ebben a kocsiban fekális szükségállapú alkodik. Hát akkor csökkessen a feleségének az ördögbe is. Valószínűleg fel van a konyhában.
Galileától Kivinga, megmutatja magát a szakráccsal a pásztítomok között. Én is ott oda akarom megyek. Ez a női mosdó. Ha a nővére megyünk. Oda miért egy beleszarom? Majd adtam a nevedet a szavakat. Most már egész életében nem kell törődnie semmibe. Tisztakad be a nádba, sajnálhatja magát. A nővére le van nővére. Mit csinálok? Én már nővére. Mit csinálják maga előtt? Senki más nem menthetnek benneteket! Akkor majd kiáltani fogtok utána az ő diadalára!
tényleg. A magas sárga cipő. A csúszós csepp. Persze. Azon elcsúszik az ember keze. A lába, nem? A lába. Mindegy. Rászítsz a kéz is minden felcsúszik. Neki miért? Ami ma éjjel nem lesz meg, akkor az egész házasság alatt nem lesz. Hát ez való igaz, nem te? De ez is pont így volt, ugye apu? Hát a csőrös. Várj, nem örülünk le, örülünk neki. Jó, már nem lehetnék, nem vagyok jól, lekérdeztetem. Hallod? Jöjj magam újra! Thank you.
fölöltetek egy könyvét, és odaállom a fűszerűvel. Jobban tennéd, különben lecsöpögteted a drága öltönyödet! Ne nevetes ki magad! Ugyanfaj, itt mérgezett az arcot. Léna, mindenáról meg akarod mutatni a vendégeinek, milyen az, amikor a hajadnál fogva ráncigálnak ki az ágyból. Bocsánatot kérek, még mondja rá magadra. Adjunk egy percet, addig nem egyfésülöm a hajammal, leveszelem és belefogom a körmömet, pillanatot szórok a hólom alá és kicserélem az egészségügyi betétemet. Jó van, addig mutasd meg a vendégeknek a gyereket. Különöm most a szállodát. Megnézem, hogy mi van, ami mi vágom! Ez nem mindig vár, ez fűtőszekrény! Ez egy unikum! Egyáltalán vagyok, hogy megadni vagy nagy csodálatot? Azt hittem, hogy most kinyitok magad az unikumot. Nem azért folytottad meg a macskát a közeli patakban, hogy te kitakukban kiüsszél a fűtőszekrényt. Milyen idő van? Ez a fára! Nézd meg a szemünkön levelet! Milyen nem? Vezetjük az ingyenek meg a kocsóddal! A lényegtől úgy összekocsol az áram, hogy a fogai egyenként törnek ki a koponyából! De meg... Jaj! Egyáltalán nem vagyok hol! Jó vagy, ez az unikró! Mi ez? Mert mégis! Hanadik emeletnál vagyunk! Igen, még egy kocsó? Bárkorban itt vannak, itt, meg itt. Nőj le az ágyra. Mojito, micsoda óriás nagyok vannak itt, hogy ilyen üdvösnek kell lennie. Kaucsú! Micsoda? Azt olvasom, hogy ez egy kaucsúból exportál. Azt hiszem, hogy mi van, hogy hallok ezen a fősziget? Igen, van egy fősziget és 58 merősziget. Kaucsuk! Nem mondod, hogy kaucsuk! Szemtől szembe a tragédiámmal! Lassú kaucsuk! És nyers kaucsuk! Micsoda csőrtő! Idegenben halok meg! Betlepen ilyesmi soha se történt volna. Kóra Lumpur! Okajámat! Ulábátok! Hajde rakom! Bokra! A zenkai zen! Novosi Minsk! Zárkóza! Bökélet látszom!
Ez egy disznó. Az. Meglehetősen nagy disznó. Nézd, Ágyi. Mit jelentsed ez? Azt mondtad, hogy disznó sültet a kamat. Itt egy disznó, más. Léna, gyere ide egy kicsit. Azt akarod, hogy itt mindenki előtt a teremtsen. Hát, ha neked megfelel, jó. Meg! Jobb, ha nyugodtan viselkedsz. Hogy egyik ezt? Awesome.
Mi van vele? Ő a gyermekünk. Nagyon jó, hogy
hagyja a mi ninánkat. Nyilván rendesen is etetni kellett éppen a mi gyermek. A mi gyerekünk! Mi gyerekek rajta? Kriptonek! Nem gyerek! Egy baba! Eriko! Eriko! Hallani sem írom! Eriko, aki mondja! Te mit csinálj? Igen? Akkor kinyitok magamnak még egy sört. Én nem is tudtam, hogy Johannak van valami.
emberek, akik itt fogunk körülöttem halálom óránál, megbocsájtok nektek. Amíg életem, minden a pokolát tettétek a szükségem, nincs közöttetek egy se, aki jelenthető is. De megszálltok a harasztálatot a helyetek, és kiszíttátok a mérnök öregét. Én soha egy szót köztem. Valószínűleg valamit. Úgy se tudtátok volna, miért gondítom azokat a vérhető tanulmányokat, amelyikben részesítettelek bennünket. Túlságosan féktelenül pazaroltam magamat rá. De határtalan jóságomban most megbocsátok. Mindjártok! Mindenki is. Kedves lányok, pedig egész létezésedben csak csúfát tettél és kibújhatál engem. Ha nem szólt, megbocsánat. De most, amikor azt mondom, menjetek békével, akkor tudom, hogy itt te sohasem fogod megtalálni ezt a békét, mert túl súlyos a véket. És csendes korában, amikor majd eszedbe jut az apád, és azt, hogy milyen szégyenletesen bántál el, ezek a pillanatokat vazogatásával. Simon, az a nyomorúságra folytogat, és a földre teszi, amíg meg sem tudsz mozdulni a súly alatt. Bizony, a legnagyobb indulattal is együtt kell élned ezzel, Léna. Mégis mindent nem lehetek a vállalatból. Most készülök. Igen. Mondj valamit, szórakoztas. Hát ha ilyen mered szájattal, kocsiban legalább kinézhetem volna az ablakot, és számolhatom volna az esetet. Azt hittem, hogy már nem szeretném a nézőt. Rendesen. Jó, nem kell rögtön pánikba esni. Én nem fogok elhagyni. Tudom. Egyszer is hallhatok én. Csak közben igen, marad a szívem. Ne arra kutyilom, most nincs kérdem. Jézus, játszó, mint olyan hatalmas. Megállhatnánk már végre valami más. Köszönöm szépen!
csodálatos felekés volt. Mindenkinek meg is lehet az előttől. Nem tesz semmi. Mindenki elment el. A szobában egy oktalai kerül a partjének. A csárkányi ülata. És a kérdés prékos. Jó, hogy ne. Watching Father.